Összehangolt program, a gyermekvédelemben dolgozókkal közös konferenciát szervezett a Vármegyei Rendőrfőkapitányság. Forgalom ellenőrzés most megúszta piros tojással, aki jogtalanul hajtott be a korlátozott forgalmú területekre a Vármegye székhelyen. Kutyáz Nyíregyháza egy hónapos ingyenes engedelmességi kutyasulit indította az önkormányzat. Egyre több veszélyeztetett gyermek kerül a hatóságok látókörébe. A Szabolcs-Szatmár-Berek Vármegyei Rendőrfőkapitányság ezért hagyományteremtő szándékkal konferenciát hívott életre a gyermekvédelemben érintett hatóságok, intézmények képviselőinek részvételével. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A cél többek között az, hogy az összetett feladatrendszer átláthatóbbá, hatékonyabbá váljon a szakemberek számára. Diákokat igazoltatnak éppen Nyíregyháza belvárosában a rendőrök. Az ilyen jellegű ellenőrzéseket rendszeresen végzik a hatóság emberei a Vármegye területén. Ez csak egy a gyermekek védelmében végzett rendőrségi feladatok közül. A rendőrei azok, akik számos helyzetben találkozhatnak veszélyeztetett fiatalokkal. Éppen ezért tartotta fontosnak a Vármegyei Rendőrfőkapitányság, hogy a gyermekvédelemben dolgozó hatóságok, intézmények szakembereit összehívja. A konferencia megnyitóján elhangzott, elengedhetetlen, hogy a területen dolgozók összehangolják tevékenységüket. A bicskei történés rávilágított arra, hogy sok probléma merülhet fel a különböző eljárásokban, amikor is, most nyilván a rendőrség részéről nem arról beszélünk, hogy nem intézkednek a kollégák, hanem arról beszélünk esetleg, hogy mondjuk nem a legjobb tudások szerint, vagy bizonyos olyan tudásra van szükség, amelyeket a jogszabályokból kilapozva a főiskolát elvégezve, vagy akármilyen rendőrség belső képzésen résztvevő, nem biztos, hogy tud minden információt, minden adatot, minden tevékenységet, technikát, amit alkalmazni kell a gyermekek védelme érdekében. Ezért vannak például a gyermekvédelmi szakszolgálat részéről itt kollégák, vagy akár az igazságügyi elmúgyis főosztály részéről kollégák, akik tudnak olyan jellegű segítséget adni, muníciót adni a mi munkánkhoz, ami azt gondolom, hogy a mindennapi tevékenység során ténylegesen segítséget jelent. Szomorú tendencia, hogy egyre több veszélyeztetett gyermek kerül a rendőrség látókörébe. Összességében azt lehet mondani, hogy a kapcsolaterőszakos jellegű bűncselekmények egy felívelő szakaszban vannak sajnos a korábbi évekhez képest, de ennek nem biztos, hogy az az oka, hogy több ilyen jellegű cselekmény van, hanem sokkal inkább a látencia szűkült, sokkal többen mernek segítséget kérni a rendőrségtől, a nők bátrabban hívják a rendőr segítségét. Nyilvánvalóan a kapcsolaterőszakhoz szorosan fűződik a gyermekek sérelmeiket a bűncselekmények, ezekben is látunk egyfajta előrelépést. Ugye az elmúlt időszak eseményei nyomán gyakorlatilag azt lehet látni, hogy minden, amiben gyerek érintett, azonnal bejelentést tesz, meg feljelentést tesz, akár ha a családról beszélünk, magánszeméről, akár ha intézményben történik az intézmény, azonnal a rendőrséghez fordulnak. Nehéz ebből leszűrni azt, hogy most valójában ténylegesen növekményről beszélünk, vagy csak a látencia szűkült, és több ilyen jellegű cselekmény került előtérbe. Egy biztos, hogy nekünk erre fel kell készülni, és akármilyen teher is legyen ügyszámban, ezt kezelnünk kell. A gyermekeket érintő szexuális visszaélésekkel kapcsolatos bejelentések száma is jelentősen nőtt az elmúlt időszakban. Az elmúlt időszakban azt lehet látni, hogy heti szinten van valamilyen szexuális jellegű visszaélés, ami a gyermeket érint. Az, hogy aztán ennek a vége mi lesz, hogy a bíróságon megállja a helyét, hogy valóban a gyanúsított az vádlott-e vagy sem, az egy másik kérdés, hiszen azért egy nagyon szenzitív és érzékeny területről beszélünk, ennek a bizonyítási eljárása is szintén összetett kérdés, de mindenképpen van egy ilyen 10-20%-os növekmény, amit lehet látni eddig ezekben az ügyekben, de mondom még egyszer, ezt nem tudjuk, hogy a végén ez vádemelésig elmegye. A gyermekvédelmi konferenciát hagyományteremtő szándékkal első alkalommal szervezték meg a Vármegyei Rendőrfőkapitányságon. Az idei általános felvételi eljárásban majdnem 3000-en jelölték meg első helyen a Nyíregyházi Egyetemet, így 2023-hoz képest 10%-kal többen jelentkeztek első helyen az intézménybe. Az első helyes jelentkezők 80%-a állami ösztöndíjas, míg egyötödük önköltséges formát jelölt meg. Növekedés tapasztalható az előző évekhez képest a pedagógus képzésekben, a sporttudományi, valamint a természettudományi területeket választók esetében. Legtöbben az óvoda pedagógus, a gazdálkodási és menedzsment, a csecsemő és kisgyermeknevelő, a tanító, a gépészmérnöki, valamint a programtervező informatikus képzéseket választották, emelte ki a Nyíregyházi Egyetem.
A szabályosan közlekedőket zöld tojással jutalmazzák, a szabálytalanul közlekedőket piros tojással büntetik. Kétnapos forgalom ellenőrző akciót hajt végre a nyíregyházi közterület felügyelet. Ennek célja, hogy kiszűrjék a korlátozott forgalmú belvárosi részekre behajtókat, valamint az útfelújításokkal érintett területeken szabálytalanul parkolókat. Az akció során nagyon gyorsan fogyott a piros tojás, rengetegen úsztak meg több 10 000 forintos büntetési tételt és büntetőpontokat. Mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel. Ezt az engedélyt kérték szerdán délelőtt Nyíregyháza közterület felügyelői a Korzó bevásárlóközpont környékén az autósoktól. A sétáló övezetet keresztező területen ugyanis sokan engedély nélkül is áthajtanak. Ezt próbálják kiszűrni a húsvét előtti nagy bevásárláshoz igazított kétnapos akció során. Ide azt hajtott be, akinek van ide valamilyen jogosultsága, tehát van engedély, hogy ide behajtson. Másik területünk a Korzó és a Műr központ közötti terület, ahol szintén behajtás engedély szükséges, hogy valaki oda bemenjen. Most itt a városban ezt főleg ezt ellenőrizzük, hiszen nagyon-nagyon sok olyan jármű van, akik mindenféle engedély nélkül behajtanak erre a területekre. Ugye most jön ez a 4 napos hosszú hétvége, nagyon-nagyon nagy nem vallásünnep a húsvéttel kapcsolóban, és ilyenkor ugye mindenki bevásárol mindenbe, és ennek is apropója volt, hogy legyen már az akciónk, és ennek az akción, és másik területünk pedig ugye az útfelújítások érintett terület, elsőbb az Ószőlő utca, Garibaldi utca környéke, illetve kint Sóstón a Brenát és a Fürdő utca környéke, ahol most folynak ezek a nagy felújítási munkák elsősorban. Zöld tojás járt a járművezetőnek. Azért kapta, mert szabály szerint közlekedett. Neki volt jogosultsága behajtani a Korzó és a Művelődési Központ közötti területre. Ez adja az akció érdekességét, a két nap során ugyanis fizetni nem kell a szabálytalanságért. A renitenseknek most mindössze egy piros tojás járt, ami azonban már a délelőtti órákban fogyóeszköz volt. Annak ellenére, hogy meg volt hirdetve ez az akciónk, mint mondtam, amit kihoztunk ma ide tojásokat, főleg a piros tojás fogyott el majdnem mind, pedig ez több mint 50 darab volt, amit most kihoztunk. És az, hogy mondjam, egy fájó pont legalábbis nekünk, és igazából ugye máskül is hiába dolgozunk, hiába teszünk meg mindent annak érdekében, hogy ez ne így legyen, tehát hogy csak azok jönnek be, akinek egy jogosultsága van, mégis ezt mindenki erre úgy mondjam, tényleg fityet hánynak. Plusz ugye rengeteg olyan hely van, ahol tilos várakozni a belvárosban, tilos megállni, ezt is úgymond nem tartják be. Most például ritka pillanat, hogy itt a Korzó melletti terület, ami a ragadó terület, nem áll bent gépkocsi, mert ilyen nem szokott előfordulni. Ez most lehet, hogy az akciónak ez egyik hozadéka, hogy most itt tényleg nem áll senki. Aki egyébként bármikor jogosulatlanul hajt be ezekre a korlátozott területekre és tetten érik, 39 000 forintos közigazgatási bírságot és 4 büntetőpontot kap érte. A közterület felügyelet húsvét előtti akciója csütörtök estig tart Nyíregyháza belvárosában és a felújítás alatt lévő területeken. Nők, politika, közélet, ez volt a témája annak a beszélgetésnek, amelyet Újfehértó rendeztek a polgári S-sorozat keretében. A nagyszülei és szülei révén a városhoz kötődő országgyűlési képviselő Szabó Tünde egy politikus hétköznapjaiba is bepillantást engedett a beszélgetés során. Nem mondanám, hogy többet küzdünk, egy kicsit másképpen küzdünk, hiszen vannak gyermekeink, van egy férjünk, aki szintén valamiben tevékenykedik, és azért a támasznak ott kell lennie, hogy nyugalom és békesség fogadja otthon, tehát a lakást is rendben kell tartani, és azt gondolom, hogy a nők a mozgató rugói a családnak, úgyhogy az összetartozást azt mi képviseljük, és azzal, hogyha kiegyensúlyozottság van, azt bizony a gyermekeinknek is át kell adni, és ezt meg kell tartani, úgyhogy sokat kell ezen küzdeni, de természetesen azt gondolom, hogy a nők mellett is ott vannak a férfiak, és a támaszt ők is ugyanúgy adják, és hogyha egy nő azt teszi, amit szeret, akkor biztos, hogy boldogabb is lesz. Úgyhogy ha ezt a támogatást megkapja otthonról, akkor biztos lehetünk benne, hogy siker is fog jönni.
Kutyáz Nyíregyháza elnevezéssel egy hónapos ingyenes engedelmességi kutyasulit indított a Vármegye székhely önkormányzata. A cél az, hogy az állattartás ne feladat legyen, hanem pozitív élményeket nyújtson a gazdáknak. Ennek apropóján tartottak sajtótájékoztatót Nyíregyházán, a Törzs utcai kutyafuttatóban. A kutyás etikett szabályaiba vezeti be az oktató azokat a gazdákat, akik ellátogattak arra az ingyenesen igénybe vehető alkalomra, melyet a nyíregyházi önkormányzat biztosít a lakosoknak annak érdekében, hogy azok megismerhessék és elsajátíthassák a közös együttélés alapjait a négylábúakkal. Úgy gondoljuk, hogy valamennyire már egy egész jó progressziót mutat nekünk ez a gazdik hozzáállása. Talán onnantól, hogy egyre több kutyaiskola elérhető, és már a kutyaiskolákban is az a célunk, hogy az ilyen általános etikettet elmagyarázzuk, megmutassuk és tanítsuk a gazdiknak, hogyha eljönnek egy ilyen kutyás parkba, akkor hogyan érdemes ott viselkedni, hogyan ismerkedjenek, hogyan válasszák meg, hogy jó lesz-e az a kutyusoknak, egyáltalán alkalmas-e a kutyájuk arra, hogy ilyen parkokba járjanak, és hogyha nem, akkor meg igenis egy kutyaiskolát vagy egy trénert azt meg kell keresni, hogy tudjanak ebben segíteni. Tehát összességében azt látom, hogy alakul, jó az irány, de talán nagyon fontos lenne, hogy ott kezdjék a gazdik is a kutyatartást, hogy először képben legyenek az, hogy miről szól a kutyatartás, mire van szüksége egy kutyának, főleg a mai családi kutyáknak ilyen városi környezetben. Kovács Ferenc polgármester a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Nyíregyháza vezetése hosszú ideje azon dolgozik, hogy méltó legyen az állatbarát önkormányzat címre. Egyre több állatbarát programot szerveznek és igyekeznek úgy alakítani a városi infrastruktúrát, hogy a kutyások is minőségi módon tudják eltölteni kedvencükkel a rendelkezésre álló szabadidőt. Ebben segít például egy májusra elkészülő állatbarát térkép vagy egy kutyás tó kialakítása a meleg nyári napokra. Kormánybiztos úr támogatásával egy újabb kutyafuttatót tudunk létre hozni, még nyárig, és hát azon kívül a Retrobuszon szervezünk két gyűjtést évente az állattartók számára. Van tervünk az, hogy nyárra egy kutyató jöjjön létre, hogy a meleg időben, tudjuk milyen meleg nyarak vannak mostanában, de hát ezen kívül is az állatkertet is említeném, ott ugye másként, de nagyon komoly fajmentési program folyik, folyamatosan fejlesztjük, az állatkertet is van kapcsolat, és hát például a polgármester hivatal dolgozói gyerekeinek egy kutya barát napot is szervezünk, mert fontos az, hogy a gyerekek így nőjenek fel. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében is akad bőven tennivaló, ami az állatvédelmet illeti, mondta el Ovádi Péter. A kormánybiztos többször kiemelte beszédében a civil szervezetek fontosságát, akik rengeteget tesznek az állatvédelmi helyzet javulásáért, az otthontalan állatokért. Minden vármegyében más-más kívással kell szembesülni az állatvédelemnek. Nagyon fontos megemlíteni, hogy ebben a vármegyében is a kóborállatállomány az elég magas, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy felhívjuk a felelős állattartásra a figyelmet. Az ivartanítási programra minél több, ha lehet így mondani, minél több pénzt és eszközt szánjunk, hiszen a kóborállatállomány csökkentése egyedül az ivartanítási program kiszélesítésével lehetséges. És amit el tudok mondani, az nagyon fontos az, hogy az állatvédelemért közösen tegyünk. Tehát az, hogy csapatban dolgozunk együtt. Nagyon szükségünk van az önkormányzatok odafigyelésére, hiszen a jegyző is ugye állatvédelmi hatóság. Szükségünk van a kormányhivatal részére is az ellenőrzés szempontjából, de nagyon szükségünk van a civil szervezetekre is, hiszen ez a hármas tudja adni azt, hogy jól működjön az állatvédelem, és azokon a településeken, ahol a városvezetők, kisebb településvezetők úgy gondolják, hogy ez egy fontos téma, én azt látom, hogy ott el is indult. Nagyon fontos az, hogy a rendőrséggel is jól tudjunk együttműködni, felhívjuk a figyelmet az esetleges állatkínzásokra, és nagyon fontos az is, hogy az állatkínzásnak legyen következménye. A nyíregyháza.hu oldalon a Kutyáz Nyíregyháza menüpont alatt elérhető azoknak az ingyenes kutyasuli időpontoknak az ideje és címe, ahol a gazdák találkozhatnak a kutyatrénerrel és lefektethetik a zökkenőmentesebb kutyás mindennapok alapjait. A rókák veszettség elleni tavaszi vakcinázás a március 30-án kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben. Az immunizálással párhuzamosan ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben az érintett térségekben. A veszettség fő terjesztője a vörös róka, melynek hazai állománya nagyságrendileg 60 ezer egyed. A veszettség a vadon élő és a házi emlős állatokra, valamint az emberre egyaránt veszélyt jelent. A kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskák
macskáknak pedig ajánlott. A betegség Ukrajnában és Romániában rendszeresen előfordul, ezen felül az utóbbi időszakban Szlovákia keleti régiójában is több helyen megjelent. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 2022-ben 4, 2023-ban 16, 2024-ben eddig 12 veszettség esetet állapítottak meg a szakemberek. 2022. szeptemberétől Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye elveszítette a betegségtől való mentességét, de az ország többi része továbbra is mentes maradt. A kondorosi származású szobrász és ötvös művész Kepenyes Pál alkotásaiból nyílt kiállítása a Nyíregyházi Városi Galériában. A tárlatot április 10-ig nézhetik meg az érdeklődők. Rafinált szobrok, formabontó alkotások hívják játékra a Nyíregyházi Városi Galériába látogatókat. Az alkotó Kepenyes Pál, Kossuth Díjas szobrász és ötvös művész külföldön, Mexikóban telepedett le és lett világhírű. Madonna, Arnold Schwarzenegger és Jacqueline Kennedy is rajongó vevői voltak. Munkái mind fantasztikus légiességről, szabadságérzetről, az élet és az éltető nap szeretetéről mesélnek. De ezek mögött, az alkotások mögött nagyon komoly művészi érték és nagyon komoly tartalom van, és nagyon komoly újítási szellem, egy nagyon komoly innovatív lélekkel találkozhatunk itt, hogyha megnézzük ezeket az alkotásokat, megnézzük ezeket a szobrokat. Egy teljesen új látásmód behozása a művész világba, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, főleg a mai világban, amikor elmondhatjuk, hogy szinte már mindent föltaláltak, szinte már mindent kitaláltak. És akkor egyszer csak megjelenik valaki a napfény országából, Mexikóból, Acapulcóból, aki ráadásul magyar származású, mert kondoroson született, csak a sors vihara odáig fújta el, és meghódítja a világot. Az Acapulcóban letelepedett szobrász a művészeti élet meghatározó személyiségévé vált. Kiérdemelte a mexikói becsületrendet, továbbá beválasztották a 200 legismertebb mexikói személy közé is. Magyarországról disszidált művészről van szó, aki az élete nagy részét külföldön töltötte, és külföldön alkotott, és ugye élete végén tudott csak Magyarországra hazaérni. De amit teremtett, az nyilvánvalóan magyar kincs is, de ennek megfelelően nemzeti kincs is, és az, hogy mi magyarok büszkék lehessünk azokra, akik mondjuk 56-ban disszidáltak és alkottak a világban, ahhoz ismernünk kell őket. Kepenyes Pál személyében az egyetemes képzőművészet kiemelkedő tagja távozott, aki a magyar népi és klasszikus szobrászati hagyományt, a 20. századi francia, magyar és mexikói szürrealista látásmód alapján egyetemes rangra tudta emelni, hangzott el a kiállítás megnyitóján. A szobrászat Picasso-járól Halász János országgyűlési képviselő osztott meg néhány gondolatot. Kepenyes a szobraival és az absztrakt és kinetikus jellemvonások mellett egy teljesen új látásmódot is hozott, mondhatni egy új művészi stílust is alkotott, és ennek a legfőbb jellemzője, hogy alkotásai megfoghatók és alakíthatók, bátorítok is mindenkit erre. Ezzel egy kicsit szobrászá is varázsol bennünket, hogyha forgatjuk, ami foroghat, egy mozgatjuk benne, ami mozoghat. Picit a sajátunknak érezzük, nem csak csodáljuk, hanem ezeket valóban meg is lehet érinteni, picit lehet használni is ezeket a szobrokat. Kepenyes Pál ugyan távol szakadt szülőföldjétől, de sohasem szűnt meg ízig-vérig magyarnak lenni. Művészete egyetemessé vált, egyedi stílusával, látásmódjával kiérdemelte a hazai és nemzetközi elismertségét. A kiállítás április 10-éig várja a vendégeket. Nagypénteken 31. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a nyuszi futást. A Tiszavasvári Atlétikai Centrumban 10 órakor kezdődik a rendezvény, ahol a hagyományokhoz híven a különböző korosztályok képviselői teljesíthetik a 400 méteres távot, és nem maradnak el a kísérő programok sem. Egy fantasztikus programmal készülünk ebben az évben is, hiszen a tavalyi évet szeretnénk még egy kicsit túl szárnyalni, hiszen 31. alkalommal kerül megrendezésre a Nyíregyházi Sportcentrum nyuszi futás, és hát tavaly közel 2000-en voltak jelen a rendezvényen. A versenyszámok azok maradnak, tehát a 400 méteres köröket kell az alsó óvodásoknak, alsósoknak, felsősöknek és a családi futásban résztvevőknek teljesíteni. Itt lesz
súlyból a cukorágyú, minden versenyszám után eldördül a cukorágyú, érmeket kapnak a gyerekek, minden gyermeket megajándékozunk, egy csodálatos nyuszi futásra külön kialakított érem kerül a gyerekeknek a nyakába, a családi futásnál pedig serleggel fogjuk díjazni az első három helyzetet, és itt viszont érmet nem kapnak, hanem csokoládéval fogjuk díjazni a gyerekeket. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A gyermekvédelem területén dolgozó szakembereket hívta össze a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság. A konferenciát első alkalommal szervezték meg, azzal a céllal, hogy összehangolják a gyermekvédelmi területen dolgozó hatóságok, intézmények munkáját. Szomorú tendencia, hogy egyre több a gyermekeket érintő bűncselekmény. Forgalom ellenőrző akciót hajt végre a Nyíregyházi Közterület felügyelet a Vármegyeszékhely belvárosában. Az ellenőrzés célja az, hogy kiszűrjék a korlátozott forgalmú belvárosba szabálytalanul behajtókat, valamint az útfelújításokkal érintett területeken szabálytalanul parkolókat. A renitensek szerdán és csütörtökön még megússzák pénzbefizetés és büntetőpont nélkül. A szabálytalanságért most csak piros tojás járt. A nyíregyházi önkormányzat ingyenesen igénybe vehető futtatóként két alkalmas engedelmességi kutyasulit indított 6 városi kutyafuttatóban. A kutyák és a gazdik egy hónapon keresztül tréner segítségével sajátíthatják el a közös együttélés alapjait. Március 27-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták. Jön mindjárt az időjárás jelentés, friss hírekkel, pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A csütörtök napsütéssel indul, ugyanakkor a déli óráktól délnyugat felől újból erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőtakaró, ezzel együtt nő a csapadékhajlam. A délnyugati szelet országszerte erős, több helyen viharos lökések kísérik. Napközben 15-17 fokig melegszik fel a levegő.